Scherer Tamás a Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakcsoportjának gát- és ügyességi szakági vezetőedzője sokszor hív meg hírességeket az általa szervezett eseményekbe, táborokba. Most a gátfutó Bai Balázzsal lepte meg a hétfőn induló sporttábor résztvevőit. Ősztől áll elébe az olimpiai kvalifikációs versenyeknek, azt mondja, a limit szintidőt mindenképpen meg kell csinálni, úgy is, hogy csak most kezd kocogni, és időközben jelentősen csökkentették a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben a szintidőt. Eddig 13-46-47-52 körül mozgott nagyjából, az most az elmúlt 2-3 olimpiai szinteket mondom. Most ezt levitték 13-32-re, ami előttem az országos csúcs volt, Kis Dánielnek a nagy országos csúcsa. Úgyhogy az érezhető, hogy ez a szint ez borzasztóan erős. És a tervek szerint a mezőnynek a fele fog szinttel kijutni az olimpiára, és a másik fele pedig a megint ugyancsak újonnan bevezetett világranglista alapján fog bekerülni. Bai Balázs nagyon jól érezte magát egyébként szemmel láthatóan a gyerekek között. Elmondta, egyelőre nincsenek edzői ambíciói, de ez a gyerekközeg már most annyira vonza, hogy el tudja képzelni, hogy a közeljövőben is több ilyen is ehhez hasonlatos felvétel készülhet róla, mint most Szekszárdon.